De amikor nemrég megláttalak, azt gondoltam, hogy a nagy fogyásodról fogok veled beszélni, mert olyan 25-30 kilót satszoltam, hogy annyit fogytál. De azt amikor leültünk beszélgetni, akkor elképesztő, amiket mondtál, és ez majd most következik, hogy a, te, a, te a nagy csodáról, vagy a nagy meggyógyulásodról fogunk nem is csak a fogyásodról beszélgetni. De kezdjük azzal, tehát ha jól tudom, 30 kilót dobtál le. Igen, most kereken 30 kilónál tartok, de hát ez még csak a Fél út sincsen, még 45 kilót szeretnék lefogyni. Tehát akkor összesen 75 kilót? Összesen 75 kilót. fogsz megszabadulni. És ugye én rögtön megkérdeztelek, hogy, hogy miért voltál ilyen? Hát kövér, mondjuk ki. Nem váltunk téged? Nem, hát te kövér, kövér voltál, vagy talán igen. még egy picit most is az vagy. És azt gondoltam, hogy biztos rendszertelűn léltél, sokat ettél, de neked egész más áll a háttérben. Hát igen, e 1984. decemberében volt egy autóbalesetem, itt lehet látni a fejemen a nyomát, akkor beütődött a hipofízisem, és lett egy agydaganatom, amit körülbelül 2010-ben sikerült diagnosztizálni. Tehát akkor több mint 20 évig nem tudták a, nem. az orvos. több mint 20 évig nem derült erre. Viszont teljesen értetlenül álltam azelőtt, hogy miért hízok. Tehát közben jött nekem három szülés, terhességek alatt kifejezetten nagyon keveset híztam, meg vannak a terhes könyveim, tehát 8 kilót híztam. De úgy folyamatosan ugye szoptatás alatt, stb. csak jött fel rám a súly, és egyáltalán nem tudtam leadni, tehát semmiképp nem tudtam a súlyomból leadni. Táplálkozásomra nem mondanám, hogy olyan iszonyatosan sokat ettem volna, ezért sem értettem, hogy miért, de így szép lassan rakódott rá. Le rám. Előtte te egy fit csaj voltál? Igen, sportoló voltam. Úsztam 15 évig és 3 évig búvárkodtam, és az egész családom sportoló. Tehát a gyerekeim már felnőttek, ők is mindenki sportoló. Tehát... És akkor te honnan indultál hova? Tehát összesen hány kilót szedtél fel akkor, köszönhetően ennek a nagydaganatnak? Hát olyan, olyan 60 kilóról, körülbelül olyan 140-150 kg is. Hát az az, volt, hogy felmentesüljön. És Igen. mikor derült ki számodra, hogy hogy mindenről egy ilyen uh, hormontermelő elváltozás tehet? Körülbelül olyan uh, 2010 környékén, ha jól emlékszem, uh -huh. akkor emeri vizsgálattal uh, kimutatták, hogy van a hipofizisben egy uh, uh, viszonylag nagyobb méretű agyagaratom, uh, uh, ami később még nőtt is egy kicsit, és uh, uh, Hát tehát meg akarták később operálni. hát Te nem én hagytad, Nem. Ahogy elnézést. Nem, és, nem e és e én, én, ilyen természetgyógyászati módszerekkel úgymond eltüntettem. Már uh -huh. Maradjunk és ennyiben. Ezt... E, jó, erről, tehát, hogy nem mondasz többet, de akkor ezt megnézték, tehát mondjuk egy CT képen. Rengeteg ct ma van. Látni, hogy nincs ott. Semmi. Így van, tökéletesen. Mm. Tehát két, én az elsőnél, amikor az első CT, nem CT, emeri, amikor az első emeri felvétel ö, ö, azt mutatta, hogy nincs, akkor ö, én még ugyanúgy csináltam, mint lenne, és csak a fél év múlva megismételt, uh -huh. úgy szintén negatív felvétel után mertem elhinni, hogy tényleg nincs. Te Te hát nem vagy mert... hajlandó semmiféle gyógyszert nem. bevenni. Te Azt uh, mondod, hogy a, a mellékhatásoktól állta... többet szenvedsz, igen. mint a igen. hatásoktól. Igen, Igen. tehát én, én évtizedek alatt, ugye felteltőleg gondolom az úszás miatt, az izületeim azok elég gyorsan tönkrementek. Gondolom az, hogy én valószínűleg hideg vízben éltem le az egész életemet, uh -huh. ez gondolom nem tett jót az izületeknek. Utána ez a rám hatalmas súly, úgy szintén nem. Világéletemben, kereskedelemben dolgoztam, tehát állom munkát végeztem napi 12 órán keresztül, és hát ezek tönkre teszik az embernek az izületeit. És akkor azt mondod, hogy egy tíz évvel ezelőtt, körülbelül már, már majdnem kerekes székbe kényszerült? Hát szó szerint abba kényszerültem 2006 környékén, pontosabban már az előző években is. A téli időszak, ugye, akiknek izületi problémája van, azok ezt pontosan tudják, hogy ahogy beáll a hideg, abban a pillanatban az izületek hmm. lemerevednek. Reumatoid arthritiszen volt. Téli időszakban már évekkel azelőtt csak bottal tudtam járni. Aztán volt egy idő 2006 környékén, amikor már csak bota tudtam járni, akkor ilyen morfin tartalmú gyógyszereket írtak föl, és 2007-ben... Mert hogy már olyan fájdalmai is Igen, hát egyáltalán nem volt már porca a térdeimben, mind a két térdemben két uh, tércalag van elszakadva, amit nem lehetett már uh, megműteni. Tehát gyakorlatilag tércalagok nélkül és uh, porcok nélkül uh, kellett léteznem. Amit úgy tudnám elmondani, ezt a fájdalmat, mint hogyha tehát a, a, ahogy így hajlik az embernek a térde, ott mintha az idegek, mint amikor Igen, a fogába az embernek, tehát Igen. egy olyan érzés Igen. volt ez. Most én, én csak egy két éve ismerlek, és nekem nekem hihetetlennek tűnik, még ezzel a, a több lesz súlyoddal is, ahogy te, te fitten frissen mozogsz, hogy te valaha ilyen állapotban voltál. Ez, ez mi adott erőt, egyébként? Voltak akkor valami jövőképek, hát hogy te Fölkelsz ebből a kerekes szén? Nem. Nem volt konkrétan. Az orvosok azok úgy mondom, hogy lemondtak rólam. Tehát azt mondta több orvos is, hogy nem tudnak ezzel már, nem tudnak mit csinálni. Az orvosságok, amik erre voltak, és még akkor hajlandó voltam kipróbálni, nem segítettek. Hosszú éveken keresztül szedtem napi 12 darab gyógyszert, el tudnám mondani, hogy miket, de nem hiszem, hogy jelentősége lenne, amik teljesen tönkretették a májamat, tönkretették a gyomornyálka, a hártyámat, rendszeresen volt nyombélfekélyem, vérzett hát a gyomrom, stb. És, és, 2006. decemberében a, a West Endben találkoztam egy emberrel, aki aki ajánlott nekem egy lehetőséget a Forever lehetőségét, ezeket a termékeket, akkor regisztráltam hozzá, és az üzlet engem akkor nem érdekelt, viszont azóta vagyok termékfogyasztó, és pár hónap alatt ezek a termékek azt a csodát vitték véghez az én életemben, ami visszaadta mozgásomnak a szabadságát, egy hasonló nevű termékkel többek között, és gyakorlatilag már utána Éveken keresztül azzal a nagy súlyjal is fájdalommentesen tudtam dolgozni, és fájdalommentesen tudtam élni. Tehát uh -huh. ezt akkor én a ForEvernek köszönhettem uh -huh. egyértelműen. Na, azóta pedig sikeres vagy az üzletben, de konkrétan most mi, mi vett rá arra, hogy hogy megszabadulj ettől a feleslektől? Mert nyilván ez ez ugye nem úgy működött sajnos, milyen szép lett volna, hogy elmúlt az agydaganat, akkor ez a plusz súly, ami ennek köszönhető, az szépen visszament volna. De hát, Ilyen csodák már nincsenek, tehát ezért már tennet kell, úgy látszik. Hát igen, gyakorlatilag ugye bejött a cégnek a, az új termékcsaládja, ami egy életmódváltást indított el bennem. Egyrészt a, a régit is kipróbáltam már, és az is hatásos volt. E, tulajdonképpen azzal először gyorsabb eredményt értem el, viszont ezzel úgy érzem most, hogy egy... Egy igazi életmódváltást tudtam az életembe Te behozni. végzed a gyakorlatokat, rendszeresen. Én tökéletesen test, mindent test betartok, ami a lila füzetben Aha. található. Tehát én nekem az, az első kilenc nap az egy olyan rendszert hozott az életembe, amit addig nem tudtam elképzelni. És el kell mondanom azt, hogy én azok közé a kövérek közé tartoztam, akik nem ilyen egész nap zabálós voltam, hanem csak kifejezetten egy nap egyszerettem este. Hát az a legrosszabb. Tehát most... Igen, inkább ettél volna reggel meg délbe. Igen, de én csak egyszerettem, és ez évtizedek óta így van. Tehát nekem kifejezetten úgymond megerőltető, hogy naponta sokkal többször kell ennem most. Mint Tudod, eddig. mit mondott a, a dalai lámok? Kérdezték, hogy milyen módszerek szerint él. Hát egyrészt olyan, amilyen, másrészt egészséges, és ez semmiféle, se nem vegetáriánus, se, semmi hókusz-pókusz, azt mondta, hogy 50 éve nem vacsorázott. Tehát ezt ajánlom mindenkinek, aki. Jó, de erre is. Este a, a lila füzetben ez is benne van. Igen. Tehát nekem, nekem ez egy hatalmas segítség volt, és tényleg én olyanoknak szeretném nagyon ajánlani, akik olyan reménytelennek érzik, tehát akik ilyen 150 kiló, vagy a fölöttiek, vagy szóval akik ilyen 50-70-80 kilót szeretnének leadni, hogy hogy próbálják ki ezt, mert, mert ha betartják, szó szóval mindenre azt mondom, semmi nem csodaszer, uh -huh. be kell tartani, tehát hogyha azt a mozgást az ember beütemezi, hát a mozgás, hát erről mindenképpen kell beszélnem. Tehát én most mozgásfüggő lettem. Uh -huh. Tehát én szerelmese vagyok a mozgásnak, szerelmese vagyok a sportnak. Soha az életemben nem gondoltam volna, hogy, hogy én ilyenekre képes És mit leszek. Kocogsz? Nem. Hát ugye, mikor októberben kiköltöztem Egyiptomba, akkor ott löketet adott az, hogy megszabadultam, hogy nem volt autóm konkrétan. Másrészt a saját lakásunknak az erkélyről látni a tengert hát nincs annyira közel, de hát azért de mégis le lehet menni. látni. És, és le akkor ezt menni. így elterveztem, ezt a Davis köszönhettem köszönhetem, mert a Davis -erika nagyon sokat buzított engem a mozgásra, és ezzel neki tartoztam, úgymond, hogy, hogy akkor én minden nap mozgok. És akkor először lementem első nap a tengerhez, hú, hát hú, hát leértem, hát ez nagyon messze van. De onnantól kezdve eldöntöttem, és ezt nagyon komolyan eldöntöttem, hogy minden nap lemegyek. És akkor ugye Pár napig lementem, egyre könnyebb volt, utána elmentem erre, elmentem arra, utána a telefonomra rátöltöttem a rántásztik nevű programot, ami leméri, hogy hány kilométert megy az uh -huh. ember. Hát az fantasztikus volt, tehát ez akkor löketet adott, amikor először megvolt a két és fél kilométer, és utána öt, és akkor hat, és akkor eh, megpróbáltam emelni az átlagomat, hogy meglegyen a napi nyolc kilométerem, aztán, hogy a napi tíz esetleg meglegyen, de ez úgy, hogy minden nap annyit menni. Uh -huh. eh, a napi csúcsom az a 18 kilométer gyaloglás. Hát erre büszke vagyok azért tulajdonképpen, mert kb. évi szinten nem mentem. Valaki mondja neked ezt 2006-ba? Nem hittem volna soha. Hát amikor bottal jártam, és kerekes széket írtak föl, tehát nem gondoltam volna. Mit, mit szólt a családod? Hát biztatnak, hogy folytassam tovább, tehát... Ők azt mondták különben, hogy ők mindig mondták nekem, hogy, hogy mozogjak. Hát utólag persze, én is azt arában, én de mondtam. tényleg így van. Tehát, ja. tehát így van. Na most, amikor hazajöttem, akkor Vágás Jerenkától, aki az egyik legjobb barátom az egész világon, Őtőle kaptam még egy ajándékdobozt, vidák helyett, uh -huh. és Uh, amikor hazajöttem, akkor 15 kilóval volt, voltam kevesebb, ez februárban volt, és uh, és akkor ugye az ajándékdoboz az nagyon kötelezte az embert, tehát akkor akkor aztán tényleg nagyon, és uh, ugyanúgy folytattam itthon, hiába volt uh, iszonyat nagy a különbség, mert amikor hazajöttem Egyiptomból, akkor éppen ott ilyen 29 fokok voltak. Uh -huh. Hazajöttem itt meg mínusz, uh, de úgy voltam vele, hogy uh, hogy egyrészt csinálnom kell, másrészt meg most már abba se tudnám hagyni. Tehát hidd el, hogy most már teljesen mindegy, hogy szakad-e az eső, tehát én nekem mennem no. kell, tehát nem tudom no. már abba hagyni. Most találtam a lakóhelyemhez nagyon közel, pontosan három kilométer az út oda-vissza, egy ilyen sportudvart, amit mindenkinek nagyon jó szível ajánlok, mert csodálatos lehetőségek vannak benne. És minden délelőtt elmegyek, kettő óra hosszát tornázom a Sportudvarba, ezzel megvan a három kilométeres távom oda-vissza, uh -huh. és délután úgy szintén elmegyek. Tehát így megvan a napi hat kilométer gyaloglásom és négy óra tornám. Uh -huh. És uh, hát fantasztikus. Uh -huh. Te, uh, 40, 45 van még hátra, az mikor, akkor biztos megint behívunk az mikor lesz? Nem tudom megmondani előre, mert most vagyok egy olyan szakaszban, amit sokan mondtak, hogy most nem szabad föladni, tehát most egy picit stagnál a súlyom, pontosan azért, mert hogy ugye váltottam mozgást, uh -huh. a gyaloglásból váltottam most a sportudvarra, tehát ez egy konkrétan ilyen kardió jellegű erősebb mozgás, ami izmosodást eredményez, uh -huh. tehát az izom az nehezebb, tehát most a súlyom marad, viszont centibe csökkenek, Uh, hát centiben ezt még megemlítem, tehát nagyon látványos, tehát melbőségből több mint 30 centiment le, de régból, amit azért inkább szerintem az ilyen kövéreknél hasnak lehet hívni, onnan több mint 40 centiment le, tehát így, így rengeteg, rengeteg. Hát, ha a sikerül megmutatjuk, és akkor ezzel zárjuk a beszélgetést, hogy hogy egy régi-régi nadrágodnak most az egyik szárába Igen. kis túlzással beleférsz. Nem olyan nagyon régi az a nadrág, tehát Szerintem tavaly nyáron is volt uh -huh. itt itt rajtam, szerintem körülbelül augusztusban vagy szeptemberben voltam. Hát uh -huh. majd aki látott benne, ja. az meg fogja ismerni, hogy az a nadrág volt rajtam. És akkor várunk, 45 kiló múlva. Köszönöm szépen. Szia. Önöknek köszönjük a figyelmet.